Sziasztok, PC Guru nézőink, itt vagyunk megint, mind a hárman, és most új témákkal, nem is egyen, hanem kapásból többel készültünk nektek. Miről szeretnétek először beszélni? Szerintem szépen sorban haladjunk. Akkor ugye beszéltünk arról, hogy Epic. Igen, Epic Store. Google. És akkor a végén még egy kis filmes téma, mert mindent hoztunk. Sziasztok, egyébként Bőti vagyok. Sziasztok, Dragoyo. Hát akkor Epic Store. Igazából ez a kérdéskör, ez már, hát mióta létezik az Epic Store, azóta rendszeresen fölmerül, és mindig szoktatok minket kérdezni arra, hogy mit gondolunk róla, és az exkluzívokról, ugye ezzel egybekötve. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy nem elég, hogy egyszer volt már téma a Levrovban ugyanez, de akkor így most videó formájában is tiszta vizet öntünk a pohárba. Nem, ez az oldalon is egyértelműen látszik, hogy ez nagyon érdekel mindenkit, ti is folyamatosan pörögtök ezen a témán, úgyhogy szerintem erről nem lehet eleget beszélni. Igen, nem lehet elengedni. És ami gyakran felmerül, hogy és a féle ilyen ellenpólusként, hogy nyilván vannak, akik azzal védik ezt az egészet, hogy most miért baj az, ha van még egy, meg miért baj az, ha van verseny, és erre szokott jönni az a riposzt, hogy de milyen verseny, amikor az Epic Store sokkal gyengébb, mint a Steam sok szempontból. De az az igazság szerintem, hogy azért mégiscsak egy új dologról van szó, és szerintem illik időt adni. Mert mégis, ha most ott tartanánk, hogy az Epic Store már day van lenyomja a Steamet már funkcionalitásában, akkor miről beszélünk, de nyilván ez nem egy realitás. Igen. Tehát azért igazából szép lassan szerintem, ha ez tényleges verseny alakul, azért az Epic Store is rá lesz arra kényszerítve, hogy ilyen téren is befogja a Steamet, mert nyilván hosszú távon akkor azt fogják mondani a játékosok is, hogy akkor köszi, de hiába az ingyen játék, mert hiába az exkluzív címek, nem fogunk nálatok vásárolni, mert nem tetszik a kliens, nem tetszik a felület, stb. De ezzel szerintem az Epicnél is tisztában vannak, és azért már apró arra utaló jelek vannak, hogy azért szeretnének ők is javulni ilyen téren. De mielőtt még tovább megyünk, tegye fel a kezét, aki használ Epic Store-t. Hát akkor erről ennyit. Szóval, és mondjuk én is csak azért, mert ugye arra jött ki PC-re egyedül a Metro most, és nem rendeltem elő Steamen, mert miért? És hát voltak éppen tényleg én sem használom, nem vásárolok rajta, hanem behúzom az ingyen játékokat, meg ami kifejezetten arra jön ki, azt átgondolom, és mondjuk most ugye a tegnapi bejelentés, és helyesebben szól, hogy a heti bejelentés a Quantic, és hogy az ő eddig PlayStation exkluzív játékaik jönnek át PC-re. Örülök neki, hogy nem vettem meg PlayStation-re a Detroit-ot, most akkor megérte nem megvenni. Mert most mondjuk PC-re, mert biztos, hogy be fogok rá ruházni. Igen, most mindenkiről kiderül majd, hogy mennyire hiteles saját magával szemben, amikor mondta, hogy én nem fogok semmit enni az Epic-től, most azért szerintem most rezeg a lézfáraknál, hogy hoppá, lehet, hogy mégis akkor erre befizetek. Szóval itt szerintem igazából ezeket érdemes figyelembe venni mindig, hogy persze lehetünk előítéletesek, meg haragudhatunk itt a cégekre, hogy a lehető legkülönféle módokkal megpróbálnak minket lehúzni. Micsoda gonoszság ez a kapitalizmus, de azért vannak emögött jó dolgok is, ez látszódik. Tehát mondjuk a Metro elvileg ugye nagyon jól fogyott az Epic Store-ban. Igen, tehát, az kettő ez... és félszer jobban fogyott, mint launchkor a Last Light, ugye az előző része a Metro szériának. Igen, tehát hogy azért emellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy hiába nem vesszük meg a Metrót az Epic Store-ban, megvették az Epic Store-ban a Metrót. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy az előrendelések Steam-en hogy néztek ki, még mielőtt ugye el lett volna. Meg hogy mennyire ment volna Steam-en egyébként mindennel együtt, hogyha nincsen az Epic Store. Meg ugye az első napos vásárlások, amikor a legnagyobb a forgalom, az is nagyban hozzátesz. Pontosan. Ugye ezek a variánsok, ezek érdekesek lehetnének, statisztikákat. Mondjuk, én annyit hozzáteszek, hogy bár én szerintem a véleményemet nagyjából leírtam így a közösségi kérdésnél is, meg a Levrovnál is. Tehát, hogy oké, hogy kell a konkurencia. Van egy csomó platform PC. Igen. Tehát azért nem az Epic Store az első platform, persze, ami konkurenciát jelent, úgymond. De senkinek sem sikerült még olyan
minőségi szolgáltatást kialakítania, és az Epic Store mögött nem csak tapasztalat meg pénz van, hanem egy nagyon komoly befektető is. Tehát miből állt volna, hogyha egy picit még dolgoznak rajta, felhozzák nagyjából azt a színvonalat, amit a Steam tud, de inkább többet, hogyha már konkurencia akar lenni az Epic Store, és utána lövik fel úgy, hogy megveszük az exkluzív játékokat, mert hogy azzal akarunk nyerőzni. Nem, ebben van abszolút igazság, tehát mindenképpen lehetett volna jobb is ez az egész, az nem kérdés. Én inkább csak onnan szeretem megközelíteni ezt a témát, hogy de nézzük úgy, hogy most ez nekünk miért fáj, vagy mitől rosszabb ez nekünk. Nekem csak annyiból fáj, hogy ez olyan, mint amikor Józsi bejön, és akkor izmozik, és szétveri a szekrényt, és azt mondja, hogy már pedig most már nálam lesz ez a hatalom. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez így teljesen ahogy jó elindult ez az exkluzivitás dolog, azzal volt baj. Igen, ez elég erőszakos volt valóban a részükről, tehát ilyen szempontból csak magukat hibáztathatják, hogy ilyen ellenséges lett a hangulat. De talán ezekkel az olyan jellegű exkluzivitásokkal, amik tényleg újdonságot jelentenek, mint most a Quantic Dream játékai, ezzel talán sikerül ez picit pozitívba hozni. Mert ez egy olyan dolog, hogy kicsit el is veszünk azzal, hogy csak nálunk, de kicsit adunk is azzal, hogy viszont van olyas valamit, ami eddig nem volt. Vagy csak emulálva, de arról nem beszélünk. Mármint nem is... nem is tudom egyébként, hogy a PlayStation emuláció az, hogy... mennyire. A PlayStation Now-val mondjuk, ezeket nem ugye. Tudjuk. Honnan tudnánk? Senki sem fizet elő PlayStation Now-ra? Én próbáltam egyszer. Próbáltad? Igen, egy hónapig. És? Alapvetően, hát volt némi lag, mert pláne, hogy ez ugye Amerikából. Uh-huh. Igen. De egyébként működött, tehát hogyha single player játékot játszottam, akkor az így simán elment. Oké, észleltem néha nagyon kis különbségeket, de egyébként teljesen. Multi van most fent rajta valami? Battlefieldek, mintha lennének. Biztos, hogy van, de nem próbáltam. Tehát a multit azt nem próbáltam, inkább egy-két ilyen single játéknak estem neki, ami annak idején valamiért kimaradt, és akkor kíváncsi voltam rá. Uh-huh. Valamiért maradt pont annyi a profilomon, hogy belefért, és akkor ez volt a választás, hogy ezt kipróbálom. Uh-huh. Na, akkor ez még a triál előtt volt, nem? Valamikor még régebben, mert van egy hetes triál rá, azt ki lehet próbálni, most így nyomjuk a PlayStation Now-nak is a reklámot, hello. De hát, hogyha már voltak éppen itt tartunk, akkor... át is köthetjük. Igen, jön a Google-nek a saját streaming szolgáltatása, a Stadia. Viszont akkor egy pár szót engedjetek meg. Bocsánat. Ne, igen. Ha már arról beszélünk, hogy konkurencia, meg valamit a Steam ellen, amint hogy a Steam mellett elindítani, hogy valami új legyen, akkor szerintem pont ez az, ahol lehet valamit mutatni, és valahol ez a játékoknak a jövője, amit a Google most mutatott. Nem mondom, hogy pont a Google fogja ezt majd minőségi formába önteni, és úgy megvalósítani már most, ahogy ezt kell. Főleg, hogy azért most még az internet sok helyen problémát jelent, mármint a minőségi sebesség, az internet sebesség. De ez az a módszer, amivel lehet leginkább valami alternatívát nyújtani a Steam mellett, és ami a jövőt jelenti szinte 100%-osan. Tehát előbb-utóbb biztos, hogy ez fog befekövetkezni, hogy a Google fogja megteremteni, és egyébként miért ne teremthetné meg, hiszen végül is azért rengeteg tapasztalata van a cégnek, nem kevés év van a hátuk mögött, tehát szerintem simán működhet a dolog, de hogyha nem is, akkor is ez az a vonal, és nem szükségszerűen egy pont ugyanolyan platformot kell teremteni, mint konkurencia, hanem egy jövőbeli szolgáltatást, ami minden szempontból túlmutathat azon, amit a Steam képes nyújtani. Szerintem ez lehetséges. Mondom, nem biztos, hogy a Google által, de... nem, abban tényleg teljesen igazad van, hogy szinte biztos, hogy ez a jövő, és már csak azért is, mert ez amúgy nem egy új dolog, tehát az elmúlt egy évtizedben már nem két cég megpróbálkozott ezzel a cloud gaminggel, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Beszéltünk a Sonyról is, hogy ők is már puhatolóznak a PS Now-val, a Microsoft is nagyon készül, és akkor most itt a Google, akikről tényleg azt lehet elmondani, hogy hát ha valakik, akkor ők mindenképpen képesek lehetnek arra, hogy megugorják azt a szintet, ami tényleg ahhoz kell, hogy ez egy tényleg világszinten sikeresen működő és aktívan használt valami legyen. Pláne úgy, hogy azért vannak olyan egyedi funkcióik, amik nagyon izgalmasnak hangzanak, például az, hogy a YouTube-bal összeköttetésben van az egész. Ja, a kreatoroknak ugye a saját dolgai. Bemutattak egy csomó funkciót, de hát még a technikai adatok azok, amik szerintem így eléggé elsikadtak. De nem kaptunk konkrétumokat. Igen, sok kérdőjel van igen. még. Igen,
Nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni, nem tudjuk, hogy mikor fog kijönni, majd valamikor 2019-ben. Hogy nálunk lesz-e? Igen, hogy hozzánk mikor fog jönni, lesz valamikor, de hogy mikor. Az első turnusban biztos, hogy nem leszünk benne, mert hogy... Ez esélyes, igen. Hát, általában hogy, nem szoktam. Igen, a nagyobb. Most of Europe az nem minket szokott jelenteni, és hát... Hát, hogy mondjuk például, hogyha fölmegyünk a Stadia-nak a honlapjára, akkor is van... Az első dolog, amit látni fogunk, az egy országválasztó, mert ugye össze van, hogyha Google fiókon kereszt, be vagy jelentkezve a Google fiókodba, akkor összeköti a Play az App Store-ral, és hogyha ott váltasz országot, akkor az App Store-on belül is vált országot, mert hogy onnan nézi, hogy honnan nézed, meg ilyen összekötött dolgok vannak. Csodálatos dolog az internet. És hát Magyarország nincsen rajta. Nincsen azok között az országok között, ahol hát, beengedhetne a Stadia-nak a honlapjára. Tehát, hogyha például idehaza próbálkozunk, és nem egy olyan account-tal, ami teszem azt, a UK-ből van regisztrálva, akkor nem tudod megnyitni a Stadia-nak az oldalát. Persze, hát ez egyébként szerintem várható volt így nagyjából, hogy nem első körben leszünk ott, meg erre várni kell. Megmondom tényleg, tehát így a technikai feltételek miatt, az otthoni körülmények miatt, az internet körülmények miatt az kérdéses, hogy mennyire lesz most még kiforrott. De egyébként a fantázia az abszolút megvan benne, meg hát konzolokon is most már nem először merült fel az, hogy ugye a fizikai formátumokat eltöröljék. Minden arra mutat, hogy tulajdonképpen a stream felé hajtunk, tehát ezt nagyon megkerülni már nem lehet. Igen, itt az egyetlen igazi kérdés az szerintem is az, amit Böjti mond, hogy készen áll-e a világnak az internetes felszereltsége arra, amit ez megkíván, mert mi Magyarországról amúgy ezt nem feltétlenül érezzük át, mert mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itthon elég jók az internet szolgáltatók minden téren. De még olyan... Kivéve ugye most vidék. Igen, tehát... És Budapestnek a külső kerületein is szintén is olyan vidék érzet van, hello. Igen, tehát vannak ilyen, hát nem is sötét, de problémás voltak, de úgy általánosságban Magyarországon az internet az egy viszonylag jól működő dolog, de például még Angliában is, amiről az ember azt hinné, hogy hát fú, milyen fejlett ország és társadalom, ott például az, hogy... ami szükséges, hogy játékos streamálja, az nagyon kevés helyen van meg, vagy olyan áron, ami nem feltétlenül megfizethető egy átlag játékos számára, szóval... Nagyon sokan csak álmodnak arról a 100 megabitről, Igen, tehát ez a 100 megabit, ez nálunk... Nálunk sőt, most már nem is az, hogy tehát az annál már sokkal jobbak vannak. Duplája, ugye 200, igen, ezres. Pontosan. Tehát minden azt nem feltétlenül érezzük át, hogy ez sok helyen még mindig fejlett országokban is okozhat problémát, hogy egyszerűen az infrastruktúra nem lesz meg hozzá. Én erre leszek igazán kíváncsi, hogy ez mennyiben korlátozza a felhasználó bázis, és ez a korlátozás mennyire hat ki az egésznek a sikeressége, hogy meg lesz-e az a felvevő piac, aki ezt tudja is, és szeretné is használni. Mondjuk talán egyébként, ami az induláshoz szükséges, az talán meg lesz, még az, így is. Az meg lesz szerintem. Hát nézegettem adatokat, 160 millisekundumos input lag van 15 megás nettel. Az pont, az a worst case scenario. Hát műfaj függő amúgy erősen. Tehát a kompetitív Street Fighter-esek valószínű nem ezen keresztül fognak játszani, meg a Cségút se ezen keresztül fogod. De amúgy... De sok mindenre jó lesz. És egyébként meg rengeteg jó dolog kapcsolódhat majd ehhez. Tehát az tök jó, hogy így fogod, leülsz, kapcsolódsz, ezzel szeretnék most játszani. Igazából semmi nem tart vissza semmilyen játék. Tényleg az eszköz függetlenség az óriás. Nekem a legnagyobb, ami a leginkább vonz ebben az egész streaming témában, az pont az, hogy nem kell letöltenem a játékomat, hanem megnyomom a gombot és elindul. És nem kell hozzá rendszerkövetelmény, semmi lényegében. Igen. Itt az egyetlen kérdés, hogy felmerült az, hogy ez majd megnyeri a platformháborút, azért az továbbra is kérdés, hogy például a Sony, ahol ugye az exkluzívok nagyon-nagyon számítanak, azért az például biztos, hogy ebben nem fog beletartozni, tehát már nem beszélhetünk arról, hogy most egy fölényes győzelemmel ezzel most itt a platformháború megszűnik. Hát meg mondjuk, amit beszéltünk is, hogy keleten például egy-egybe kihagyják a kínai piacot, meg a japán piacot, ahol hát azért
az egy bazi nagy terület, ott le kéne fedni, srácok. De hát ott meg ott van az a bizonyos tűzfal és társai, úgyhogy ez annyira nem egyszerű. De biztos egyébként ez részben az oka annak, hogy nem terjeszkednek azonnal Kína felé. Anélkül meg, hogy pont keletet lefednék, anélkül nem nyerhetnek meg semmilyen háborút. Már. Hát ott majd az Epic Store. Igen. A háttere miatt, ugye. Jó, hát ez igen. Ezt majd az idő eldönti lényegében. Ez az igen, ilyen kérdés. Igen, tehát tényleg van még sok-sok olyan részlet, ami nem ismert, úgyhogy ennek fényében nem is tudunk mi se egyértelmű véleményt alkotni, meg mindenféle jövőképet felvázolni, de amit láttunk, meg amit bejelentettek, az abszolút ígéretes szerintem. Uh-huh. Én egy valamit nagyon hiányoltam, és az például a modding támogatás, ugye, ami PC... ez a streaming szolgáltatás kifejezetten PC-re jelenik meg, és a konzolokat így elkerülik. Úgyhogy... és a PC-nek ugye nagy húzó ereje az, hogy a játékaidat moddolhatod, és hogyha a streamingen keresztül akarod megoldani, az... Kérdője. Meglátjuk. Igazából ezt is meg lehetne valahogy oldani. Biztosan. Szerintem hasonló módszerre szerintem, mint ami Steamen van, tehát hogy ott is feltöltik a modokat, subscribershoz, feliratkozod gyakorlatilag egy modra, van egy zöld gomb, azt megnyomod, oké, letöltöd a módodat, és akkor elindul a játékkal együtt. Tehát itt ugye nincsen letöltés, viszont akkor hozzáadhatnál valahogy a felhasználói gondolok, fiókot hoz, úgyhogy... Vagy egy pipával egyszerűen, hogy én ezzel a móddal szeretném indítani a játékot, és kész, és akkor azzal indítod igen, a játékot. Igen, itt vannak lehetőségek, csak erről nem beszéltek. De igazából pont az, hogy ebben az egészben, hogy tényleg mivel az egész a cloudra épül, ezért az, hogy most egyik napról másikra fejükből kipattan egy funkció, vagy bármi, sokkal egyszerűbb implementálni, mint ha akár hardware-es, vagy bármilyen korlátjaik lennének. Uh-huh. És így született meg a Crackdown 3 multi. És akkor levezetésképpen szerintem, vagy gondolom mindenki egy nagyjából, akkor elmondta, amit gondolt, akkor levezetésképpen így egy picit a heti film bemutatót, amiket megnéztünk azokról is, még így párszóban, amit ma néztél, ma láttál. Mind a két férfiú volt sajtóvetítésen, voltunk. Én nem, én majd menni fogok, és arról majd olvashattok a PC Guru online-on, és akkor te mit láttál pont tegnap? Én láttam a The Sisters Brothers című filmet, ami nálunk Testvérlövészek címen fog futni a jövő héttől. Ez hát alapvetően western, de ez inkább körítésében az, mint műfajában, szóval aki például nem szereti ezt a műfajt, az egyáltalán ne távolodjon el ettől a filmtől, mert amúgy nagyon szórakoztató és nagyon jó alakítások vannak benne. A Joaquin Phoenix és a John C. Reilly játszik benne egy testvérpárt, akik hát alapvetően kis csintevők, mint a westernekben általában a szereplők többsége, de azért mégis megvan a karakterükben az a kis pozitív vonal, amivel egyrészt nagyon jól lehet azonosulni, másrészt a szereplők közötti dinamika az nagyon jól működött a filmben, tehát ez kicsit egy ilyen vígjátékba hajló, hát talán karakterdrámának mondanám, de annak ellenére, hogy nem egy komplex sztori, meg összességében nem egy egetverő film. Én tök jól szórakoztam rajta, tehát mondom, szerintem az alakítások nagyon jók benne, a színészek is, például Jake Gyllenhaal is játszik benne, aki azért szintén azért szokás dicsérni, itt is elég jót alakít. Meg nagyon szépen van fényképezve az egész, szóval aki például ezt kifejezetten szereti figyelni a filmekben, vagy ez számára egy plusz jelent, akkor annak tudom ajánlani, mert tényleg jól össze van rakva, szórakoztató, úgyhogy nekem tetszett abszolút. És akkor lesz majd cikk is az online. Lesz, igen, mindenképpen lesz kritika az online-on, úgyhogy még a premier előtt olvashattok róla bővebben is. Illetve héten mindketten láttuk az Árabolt világot, ami a Mai Bolygója lázadás rendezőjének az új filmje. Ez egy ilyen, hát szerintem egy ilyen skifi politikai krimi. Igen, ilyen politikai skifi thriller, talán nem is tudom. Valami ilyesmi. Ja. Egy ilyen elég érdekes. Igen, én leírtam amúgy, hogy érdekel, igen, hogy, a cikk hogy, már kint van. Hogy te, neked mi volt az összbenyomásod? Nekem az összbenyomásom az volt, hogy egy picit olcsó itt-ott,
sőt nem kicsit, nagyon, tehát vannak megoldások, amik nagyon olcsók, viszont ez a dokumentarista stílus egyébként tetszett. A sztori az olyan, amit lényegében már láttunk egy párszor, tehát most elnyomnak minket, azért küzdünk, mert már soha nem szabad feladni, és akkor mindig ott van a remény, lényegében ezt adja át, de úgy egyébként jól össze van rakva nagyjából, a karakterek azok sablonosak, tehát nem nagyon vannak benne lényeges karakterek, viszont mégis így viszi szerintem a történet a nézőt, a hangulat meg a zene az szerintem rendben van, tehát így összességében inkább pozitív volt az élmény, egy ilyen 6-7 pontot adnék rá valószínűleg. Hát nekem annál egy fokkal kevésbé tetszett, az atmoszféra meg a zene az nekem is bejött amúgy, nekem kicsit vontatott volt az egész, mert nem éreztem olyan igazi mélységet az egész mögött, és szerintem amiatt kicsit leült így a film a közepére, meg nagyon érdekes volt az egész sztorinak a vezetése, mert nem érezted úgy, hogy így jól vezetik egymás mellett a szálakat, hanem volt, hogy egy szálat így fél órára parkolópályára tettek, és akkor az így teljesen eltűnt. Meg engem borzasztó mód zavart a vágása a filmnek, mert sokszor kizökkentett azt, hogy úgy mentünk át egyik snitből a másikba, hogy nem érezted azt, hogy itt most rendesen vezetve van a néző, hogy ez most hol van, mikor van, kik vannak ott. Tehát voltak olyan jelenetváltások, amik egyszerűen teljesen amatőr módon voltak megvalósítva, ami nem találkozol sűrűn ilyennel filmben, hogy ez ennyire kitűnik, de nekem itt nem egyszer, nem kétszer volt olyan, hogy egy-két másodpercig így el kellett gondolkoznom, hogy fú, ez most micsoda, vagy mi történik, mert nem voltak meg azok a tipikus filmes megoldások, amik ilyenkor egyszerűen nem mondhatsz róluk kötelezőket használni. Majd, kicsit ez volt a benyomásom. Majd jön a Director's Cut változat, meg meglátod azt a 40-50 percet, amit kivágtak a filmből, és akkor minden belőle, minden érthető lesz. Nem, szerintem ez a dokumentarista stílus miatt volt. Lehet azért, volt egy nagyon erős dokumentarista dolog ebben az egészben, tehát arra összpontosítottak, én úgy éreztem végig, hogy ez a szürke, reménytelen valami, és akkor így néha, mint hogyha egy ilyen Győzike Show-ba követné a kamera a szereplőt, és akkor mutatná, hogy most éppen mi történik, és hogyan vezeti tovább a lázadás ezt a történetet. Tehát, hogy így szerintem ez koncepció volt összességében, ami mostanában fura, mert ugye mindenki rámegy arra, hogy ez a totál hollywoodi filmes megvalósítás. Rá kell érezni, de biztos, hogy van, aki egyébként ezt nem kedveli, meg nem tudja díjazni. Mondjuk ez ugyanúgy valószínűleg ilyen megosztó, mint mondjuk amit meg én láttam a héten. Ami horrornak volt ugye nagyjából bekategorizálva, de igazából így rengeteg mindent próbált szerintem a rendező belepakolni, ami azt mutatja, hogy mi. Uh-huh. Tehát nem véletlenül ez a cím, és akkor bele lehet vinni politikát, vallást, mindenféle társadalmi ellentétet, csak éppen nincsen mögötte, legalábbis én nem éreztem mögötte olyan koncepciót és konzisztens tartalmat, ami elvinni a hátán a filmet, miközben a horror az meg így teljesen eltűnik belőle, mert hogy komolytalanul van előadva. Mm. Tehát, hogy nálam így abszolút kisiklott ez a film. A tűnnyel az jó volt a direktortól, de ott is azt éreztem, hogy nincsen saját ötlete, tehát van egy-két jó elképzelése, de nincsen saját ötlete, ezért felhasznált egy korábbi filmből egy csavart. Most itt még azt sem használt fel, hanem próbált így mindent belezsúfolni. Egyébként tök jó megoldások vannak benne, hangulatos, meg minden, csak így cselekmény terén nem érzem azt, hogy ez egy tényleg olyan kiemelkedő dolog lenne, hanem lehet rajta rágódni itt-ott, mindenki talál valamit, ami rágódhat, de ezek így bele vannak tolva az ember arcába, tehát még csak nem is rejtett üzenet. És tényleg mondom, a feszültség az így abszolút nincsen benne, legalábbis horror kedvelői számmal. Amúgy érdekes, hogy ilyen szempontból van párhuzam a két film között, hogy ilyen mindkettő boncolgatja ezt a társadalmi vonalat. Én mostanában kicsit azt érzem, hogy sok filmben ez így csak azért is bekerül, de nem érzed mögötte a nem is a valós indokot, hanem inkább azt, hogy az alkotói szándék tényleg ez lett volna, hanem ez inkább ilyen akkor ez most trendi, vagy ez most ezzel most eladható egy film, és aktuál akkor legyen politika. Benne. Jó, nyilván van, itt az ASZ esetében ez valószínűleg kevésbé van meg, hiszen nyilván maga a történet is kicsit erre alapszik, de nekem az elrabolt világnál kicsit az volt az érzésem, hogy nyilván az a alaphelyzet, ez nem egyszer, nem kétszer láttuk már ezekben a skifikben, hogy nyilván van
elnyomott réteg, aki ki szeretne törni, csak nem érezted azt, hogy az egészen mit akarnak mondani, vagy mi az a plusz, amit ebből ki akar hozni a film. Tehát kicsit az volt az érzésem, hogy oké, értjük az üzenetet, meg hogy mi van az egész mögött, de miért? Tehát miért pont ezt akarta a rendező, vagy a forgatókönyvíró az egész mögé rakni? Tehát nem látom azt, hogy akkor mi sül ki belőle, hanem ez csak van, meg ez így viszi előre a történéseket, de ennyi, és nem több. Na, és szerintem most már több olyan film van, vagy sok olyan film van, ami erre épít, és szerintem ennyivel már nem lehet beérni, mert akkor úgy jössz ki a moziból, hogy oké, csak ezt már láttuk, nem egyszer, nem kétszer. Igen, ezért mondtam azt, hogy ilyen 6-7 pontot adnék rá valószínűleg inkább 6-ot, mert mondjuk az Equilibrium ezt már jobban elmesélte, ezt a történetet. Valami még eszembe jutott, ami hasonló volt, de most ezt így elfelejtettem. Az, amit én amúgy olvastam olyan kritikát, ami azt mondja, hogy oké, értjük, de ez még az éjjelzők viadalában is jobban ki van fejtve, vagy megvalósítva, ami nyilván lehet picit túlzás, de nem, más azért igen. Más kicsit a kettő, igen, de szóval azért igen, lehetett volna ebből picit többet kihozni, és amúgy kíváncsi vagyok, mert azt vagy a mit, azt csak te láttad itt hármunk közül, meg hát biztos sokan ti is most fogjátok csak megnézni, hiszen ez konkrétan ma kerül a mozikba, most a felvétel napján, úgyhogy ez még elég friss dolog, de biztos sokatokat érdekel, úgyhogy kíváncsi vagyok én is amúgy, hogy mi lesz az általános vélekedés. Hát a véleményeket szerintem nyugodtan a videóhoz írjátok be, osszátok meg velünk, hogy a filmek hogy tetszettek, mit gondoltok a Google-nek így a szolgáltatásáról, az Epic Store-ról, meg az Epic Store-ról már tudjuk, hogy mit gondoltok. Azt magatoktól is leírjátok, azt nem kérjük. Már tudjuk, hogy mit gondoltok róla. Szerintem minden variánst olvastam már. Kéne egyszer egy ilyen Epic Store külön szám is, most már lassan nem. Meg tudnánk tölteni. Nem, CommentCAD, vagy nem is, ez melyik, nem is tudom, melyik YouTube-et csinál CommentCAD-et. Csinál CommentCAD-et. Hol összegyűjtik így a kis szösszeneteket. Hát én néha Twitteren csinálok CommentCAD-et, amikor találok egy nagyon jót. Mondjátok el a véleményeteket. Köszönjük, hogy néztetek minket. Úgy. És akkor majd találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok.